Super Secret Weapons, ja. Utolsó előtti pálya talán. Maximum három van még. De lehet, hogy csak kettő. An operation overlord marches on against the Nazis. It's time to put an end to Operation Kraken. Marie's reconnaissance reveals a heavily defended weapons research facility. Her intel shows a lake and Nazi scientists testing something. Something big. Mm-hmm. Evidence points to Operation Kraken being coordinated from a war room deep inside the central facility. The perimeter will be tough to breach. But I need to find a way in. Time to find out what Operation Kraken is really all about. Yeah, so. Come on, Monsieur Shadow. We are so close now. Destroy this base and Operation Kraken is finished. Simple enough. You can do this. Easy for you to say. Remember, meg tudod csinálni. Jaj, neked olyan könnyű mondani. Ja. A Red Bull támogatásával, GoPro, meg minden, amit akarsz, extrém sportok kedvelőinek, hídról, vonatra leugrás, túlélő kihívás, challenge accepted and also completed, as you can see. The train is fast, the boy is alive, feeling happiness and so on. Jó ég, rádiós műsorvezető Dánielt hallották, hallhatták. Whatever's left of Kraken, it's here. Time to end this. Infiltrate Dome. Oda megyünk be a dómba. Nagy kupolás, kurva élet, meg minden, amit akarsz. Resistance Scout mentioned an armory on site. Az jó volt, még meg kellett várni, míg a lepattanunk a motorral animáció befejeződik. Jaj nekem. Jaj nekem. Még jó, hogy nem tartott tovább, vicces lett volna nézni. Aha. Aha, 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 aha. Hát igazából... itt vannak dolgok, de nem mutatja a térkép. Mármint csak úgy el lehetne oda nézni, hentelgetni. De majd szerintem akkor nézzünk el oda, hogyha indokoltá válik, hogyha... Beszarok. Armor piercing as well. Az a dóm, oda megyünk. Csak ezt meg akartam neked mutatni, hogy tud. Jó, köszi, hogy meghallgattál, mehetünk. Igen, armor piercing-el ott kétszer meglövöd a picsájánál. V8-os motor van benne. Ha nem tudtad volna még eddig. És most visszaváltunk normál lőszerre, hogy ne az armor piercinget pukkantgassam el. És akkor már, hogy ilyen szépen bemutatkoztunk. És ilyen égő a csapat, akik ellen vagyunk. Szerintem ne lopakodjunk tovább. Ja, és lesznek tankok, csak mondom. Meg egy-két paraszt is jött már ide.
ma így belélőni a kurva életbe, hogy tudtál? Tani, bazd meg! Egy dolgod lett volna, hogy kicsipázod a faszomba azt a nyomorultat, ezt... Ettől féltem amúgy, meg kell mondjam, hogy ezt ellövik. Meg most egy kicsit attól is félek, hogy engem is mindjárt ellőnek. Igen, és nem alaptalan a félelmem, sajnos. No, 1 HP. Jó. Na. Ez a csávó, ez nem viccel amúgy. Jó. Megyünk armor piercingre és legalább lebénítjuk a tankot, hogy közlekedni ne tudjon. Mert engem zavar, hogy össze-vissza mozog. Elég nehéz kalkulálni a dolgokkal, hogyha ez a szar még mindig oda jön melléd. Nem robban egy lövésből a motor. Pedig robbanhatna. Ja, és még van egy kollégája. Aki egy mázlis köcsög. Gyere, gyere, gyere! Igen, hát... Most mondanám, hogy életbe kéne hagyni, hogyha már ennyi szerencséje volt, de... De nem. Az a baj, hogy megfelelő fegyver hiány nem nagyon tudok mit kezdeni a tankkal. Szerintem, ha az összes lőszeremet rálőném, se tudnám szétpicsázni. Se rakétavetőm, se... Mi a szar az? Mine-om, vagy mi az? Charge-om. Itt is ilyen izé faszon bandage-eket osztogat csak. Ezzel mi szar kezdjek, nem tudom. TNT-ből, jó, most már van 2. De az előbb is odabasztam 3 TNT-t úgy a tankhoz, hogy még előtte megpukkantottam. Jó, mondjuk szemből pukkantottam, az igaz? Egy páncéltörővel, de... Ez inkább csak páncél kapargató, nem törő. Ezeket a küldiket föl se. Most adta be azt ott. Infiltrate the castle. Még annyit megcsinálunk, hogy itt ezekben a járatokba, amikor nagyon ki kellett mérnem a dolgot, az achievement miatt full izével csináltam. Ugye azért is a missing crowbar. Azt próbáltam vele kinyögni, hogy full nehézséget csináltam. És most már legalább van charge-unk. 2. Kell lennie itt egy flare gunnak, amivel mortált lehet lehívni. Na és ehhez lenne jó. Most a... Armor piercing. Hogy legalább mozgásképtelenné tenni a tankot, hogy ne üssön el, vagy valami, érted?
Hát így, így mozgásképtelenné kéne tenni, mint ez a hülye magát. Most mi legyen? Átnézzünk még abba a járatba is. Hátha. Futni kéne inkább, nem? Crowbar. Aha. Nem jó, tolat. El fog ütni. Ú, bazd meg. Jaj, nekem. Jó, egy páncéltörőt azért csak sikerült beújítani. Egyik tanknak a picsájára. Páncéltörővel a kezembe? Nem megy. Túl erős. Jól képzettek ezek a heavy trooperök. Ugye heavy trooper-szerűek. Jó! Jó! Ezzel szétpukkantjuk a seggét. Köszi! Köszi, hogy ide figyelsz rám egy kicsit. Már is jobb a szitu. Csak nem ússzuk meg, mármint úgy értem, nem is akarom megúszni, hanem a kastélyba még el kéne nézni, ami az út végén lesz.
Nyilván akkor ezt is meglessük. Mi itt van? Én nem tudom, mi történt, de... Lehet, hogy előttem az egyiknek a gránátja. Az is tátott szája halt meg. Haha. Hogy? Miért? Bolt cutter... Panzer... Szeretnél megmurdálni egy panzer által? Igen? Van áll egy MG, csak mondom. Szahancsi az Amzsinak semmi baja. Nem esett. Ez nem mondható el a többiekről, akik itt tartózkodni fognak. Vagyis már most itt tartózkodnak. Free ammo, bitch. Na, csak kipurcant. Elég ciki. Rossz irányba indultam el. Bőven azt hittem, hogy jó lesz ott az elején az irány a kastélyhoz, de kurvára nem. Remélem, az innen még föl tudunk menni. Itt oda föl kéne jutni valahogy a bástyához, és akkor onnan be. Lófasz, nem fogunk oda följutni. Hallod, bazd meg! Ha
Mind a kettő meghalt. És már hívta is az erősítést. Ha jól emlékszem, abban a kastélyben, vagy abban a részben, amit ott mutatod, de be lehet mászni. Illetve mit kell itt csinálni? Szabotage the cables. Kábeleket kell szabotálni. Ott van az az ajtó, de ide be lehet jutni valahogy... anélkül is, hogy robbantsál, vagy valami... értékeset feláldozzál, mert be lehet mászni, azt hiszem, valahol. Nem? Nem, de? Mindenképpen robbantani kell? Amiből mondjuk van három. Jó van, faszom, akkor robbantsunk, és majd bent úgy is rájövök, hogy hol tudtunk volna bemászni. Töm. Opa, itt már egyből cut power van. Egy megvan. És ez most robbanni fog, vagy csak lekapcsol? Mondjuk cut powernél indokolatlan, hogy robbanjon. És ennyi. Ha ide bejutsz, akkor simán megvagy. Nem kell külön elmenni a kettőért. Illetve az van, hogy... ja, itt lehetett volna bemászni? Capsule has to open to fire the V2. Breaking the release mechanism should cause a misfire. Nem biztos, hogy be lehetett volna mászni, akkor rosszul emlékszem. Vagy ott fönt? Nem tudom. Mindegy. Lényeg az, hogy itt megvagyunk a kastéllyal. Ami jó. The capsule release hatch controls are vulnerable to sabotage. Resistance scout mentioned an armory on site. Nem lehet átziplájnozni. Minden már csak le lehet. Oké. Az irány ez nagyjából jó. Remélem... Jók leszünk. Ott van ez a kapszula. Shoot hatch. De ne ezzel, próbáljuk meg a soft point-tal, mert abból jó sok van. A hatch az a négy kis szirom alakú lófasz. Ami... épp nyitva van. De várjál, nem inkább azt a control panelt kéne lőni? Nem tudom. Be kéne adni a pirossal. Szemből csináltam ezt mindig, onnan, abból a hangárból.
Szóval akkor most gyorsan beslisszanunk. Visszük a kis pisztolyt, mert abból sok van, mármint lőszerből. Itt ezeket ignoráljuk, kivéve őt ott fönt. Hát bazd meg, én befosok, geci! Na végre! Bandage, egy darab. Ez elég nagy nyakas volt. Most már mindegy. Found office safe key. SMGMO. Csipalőszer kéne inkább, nem SMGMO. Na jó, let's go. Softpoint az viszi rendesen a húst. Már nem azé. Azt tervezték, hogy FAU-2-es rakétákat láncsolnak innen. V2-es rakétákat. Ami ott van. Az a szép fehér-fekete. Amivel a nácik ki akarták picsázni az amerikaiakat. Meg úgy nagyjából mindenki mást, szóval értesz. Meg a briteket is. Meg a ja, mondjuk a franciákat már foglalták. Ekkoriban, de hogy érted, na. Aki csak lehetett, szét akarta kuffantani ezekkel a nagy rakétákkal. Wow. Egy kattanás és már nyílik is jó piklakot. Jó piklákot kívánok mindenkinek. Vagy egy jó piklakulást. Mindig elbasszom, na mindegy. Nem szabad X-et nyomni, mert akkor felveszi a lőszert a meglévő, vagy abból a fegyverből. És eldobja. Én meg reflexszerűen mindig reloadolnék. De az itt most pont fordított dolog történik.
Itt az armory, amit mondtak. By the way. Úgyhogy ide gyorsan plantelünk egy charge-ot. Und itt még lesznek dolgaink. Igen, ott van egy umbre. On the other side, már megint. Az is robbanni fog. Amúgy az armoriba itt is be lehet mászni, most jut eszembe. Nem kellett volna elpazarolni ezt az egy robbanószert. Remélem itt majd kompenzál a játék és ad egyet szépen. És kompenzálsz játék? Adsz egyet szépen, vagy egy geci vagy, és nem adsz egyet szépen, hanem így közlöd velem, hogy meg lettél fingatva, Danikám. Ha? Ha? Na, játék? Jóba leszünk? Vagy egy geci vagy? Inkább egy geci marad, úgy döntött. Aha, ki fog lőni a rakéta, de nem fog kinyílni a kupola, vagy ez a hatch, ami ott van fönt. Tehát már ott bent föl fog robbanni a bánatba, és... Na, menjünk be az ajtón. És akkor most ki is lőjük a rakétát, as well. Ennyi. Egy pillanat is jövök. Success. No one's launching anything from that anymore. Aggodalmaskodni, már itt vagyok. A világ legszebb streamere itt van, visszajött. A legtehetségesebb production plant key. Found armory key. Hallod, itt volt a kulcsa annak az ajtónak, amit berobbantottam, de amúgy nem is kellett volna se kulcs, se robbantás, mert be lehet mászni. Így ennél jobban... Á, hagyjuk. Hagyjuk. Ennél jobban mellé fogni már nem lehetett volna. Jézus. Gyere. Elszabadult. Elszabadult a katona. Onnan lősz? Egyből. Egyből, öcsém. Ezek a szerencsétlen kapucni sniperesek, ezek borzasztóan kapják. Ami itt volt a toronyban, azt is kiszedtem onnan elsőre, a túloldalról. Pekhesek, pekhesek. Biztos a szombat 14-e miatt. Az egy nagyon bal szerencsés nap, a szombat 14-e, úgy látszik itt. Ebben a kitalált virtuális világban. Jó, figyelj, menjünk innen, mit szólsz? Vagy pukkantsuk szét a rakétát előbb, nem? Itt van egy kis investigation.
Mit kell investigálni? Sabotage the guidance system. Az irányítórendszert kell szabotálni, ami azt hiszem annyiból áll, hogy föl kell menni, és ott ki kell tépni egy kontrollpanel mögül a vezetékeket. Mert amúgy ezt a guiding rendszert, a szisztemet ilyen egyértelmű helyre szokták rakni az ilyen nagyszabású dolgokba. Hogy így... Tulajdonképpen, ha véletlenül rátüsszentesz egy savasabbat, már attól tönkre megy. És még nyitva is hagyják, hogy... Há? Kurd szét. Ennyi. Igen, ez már nem fog túl messzire menni. Mollőnek elment az esze, mert hogy lebombázná a saját embereit is, hogy visszatoljon minket az óceánhoz. Ezt most nem nagyon értem, hogy hogy gondolta. A költő. Mármint, hogy... Hogyan? Bombázná le minket? Vagy az embereit? Sabotage. Disable. Azt tuti, hogy kikapcsolja. V2 fueling system. If I can overload the pressure gauge on these pipes. Aha, overload the pressure gauge. Akkor itt a nyomás kéne egy kicsit felpumpálni, hogy szétpukkanja minden a gecibe. Looks like a control system. Overload the control. Fuel. Ott van egy, az az egyik. Igen. Ilyen elemek már voltak a játékban, amikor a War Factory nevezetű story szálban, küldiben voltunk. Na. Igen. Már megyek is az overloadoláshoz, nem kell itten pampognod ennyiszer. Fölfogtam elsőre is, hogy mi a szart szeretné tőlem. Gyerünk, tekerd meg jól. Na, ott van, átment a nagyon veszélyes tartományba. Egy per kettő. Igen, majd később foglalkozunk az alarmmal. Na mi van? Ha nem tudok. Hát ez mi a faszom? Na jó van. Na majd ezt fönt megbeszéljük. Gyere csak ide föl. A kurva szádat. Hogy van az? Hogy van az, hogy én mennék le? Te megjössz föl. És föltolsz. Csak kérdem. Most nagyon fölhúztál, haver. Föl kell robbantsam azt a cuccot, hogy lenyugodjak egy kicsit. Ki ez? Ki ez tehe? Hol? Ott lent? Te? Te játszol itt? He? De ebből kettő van. Igen, ott. Ez az. Egész könnyen megtaláltam most, szerencsére. Activate the fuel pump. Infiltrate the dome, and Villain system is on the observation deck.
Oké. Menjünk föl. Mi a fasz? Ezt miért kell oda levontatni, nem tudom. Úgy-úgy, ugorj egy nagyot, még mielőtt megmurdálsz. Az mindig szokott segíteni. Te meg vergődjél ott, mint valami rongybaba. Te meg szaladgáljál föl alá, mint akinek elment az esze. Te meg lőjél a hátam mögött el, a fálam fölött, mint aki nem tud célozni. Ezért jó a százas tár. Az nem hagy cserbe, öcsém. Abban mindig van. Vagy legalábbis jó sokáig. Igen, amúgy lehet, hogy nem kéne lecserélni a százas tárat. Főleg most nem. Mondjuk már, hogyha idáig eljutottunk a majdnem a játék végéig így. Ezzel a konfigurációval, akkor már lehet, hogy nem piszkálom. Ott be lehet mászni az armoriba. Open. Lemegyünk alfába. Ezt itt hagyjuk. Lemegyünk alfába és bemászunk az armoriba, de jó. Egy custom Thompson. Természetesen az armory az nyílik bentről. Kulcs nélkül is. Ebbe van 99, ebbe az MG-be meg van 71. Figyelj már! Nem tudom mit akart. Jó. Jó. Kicsit pihenthetjük a dolgokat. Ott van egy másik MG. Azt fel is vesszük szépen. Majd, ha jön az ideje. Szépen. Nem figyelsz. Te se. Mi van benne? War Room Key. Aha. A War Room az az a hely, ahol az asztalon tologatják a kis játéktankokat, meg játékhajókat, meg minden szarokat. Lestratégiázzák a háborút. Ha nem tudtad volna, most mondom. Uuuuhuhuhuhuhu.
Igen. Na figyelj, annak elég nagy ágyúja van ott, úgyhogy... taktikai visszavonulást kell alkalmazni egy picit, egy picikét csak. Nem nagyon, csak egy picit. Pont az MG előtt, értesz? Pont ott. Ez elég szerencsétlenül jött ki, nem viszem többet ezt a kurva MG-t, bazd meg, mert nem lehet vele rendesen harcolni. Was just a test site. Saint-Nazaire. Mm-hmm. Ez egy test site volt, és tök máshonnan lövik ki a rakétát. Stealth U-boats, all carrying V2s, targeting New York and Washington. I've got to stop this. Hello, Mr. Ghost. Klempt most nem elérhető. Átadhatok egy üzenetet? Ki beszél? The Shadow. You must be Mr. Fairburn, the famous desert ghost. And you are Abelard Muller, evil Nazi butcher. You are not the only one with friends in the resistance. You are a dead man. Do you hear me? A dead man. Keep telling yourself that, Herr Mahler. Because when I'm done here, I'm coming for Operation Kraken. Ooh. And for you. Ziki. Na, akkor ezután a pálya után jön az Operation Kraken-es pálya. És utána még van egy... még egy pálya, de az már ilyen nagyon rövid, ott csak Mollert kell megölni. Az igazából semmiség. Le kell lőni egy csipával, aztán ennyi, úgy értem, hogy semmiség. Igazából nincs tartalma. Olyan szinten lőnek szarrá, hogy akarnak. Tulajdonképpen be vagyok ide szorítva. Ja? Igen. Mindenen átlőnek, basszad meg az anyádat akkor. Ne törődjél semmivel! Nyugodtan, menj át az ajtón! Bürosz? Jelentsen bármit is. Funk room? Itt csinálják a funkokat én szerintem.
Jó, találtam egy kijáratot. Illetve most akkor... Hát nem tudom. Jó, semmi gáz. Szóval csak annyi, hogy azt mondom, még kiszedjük. Subsonicra cseréltem az armor piercinget, én nem tudom mi a faszér, véletlen ezek szerint. Na jó, ennél gyorsabban is tudjuk ezt mit csinálni. Ez volt a soft point ammo. Gratulálok. Jó lepattant a fejéről. Igen, activate pump. Ezt még meg kéne csinálni, a pumpát aktiválni kéne. Jó, akkor lent még egy kicsit el kell bóklászni. Még lejjebb. Azért itt is van soft point, meg non-lethal ammo. Activate the pump. Igen, azt tudom, hogy ezt a feladatot nem fejeztük be. Mert fogalmam se volt, hogy hogyan kéne befejezni. De most, hogy itt ritkultak a dolgok, így már megvan. Ennyi. Itt lehet. Pumpát aktiválni, illetve lezúzni a kódszerájt. Jó. Ez megvan. Az igen. Most bezzeg, amikor létrán akartam menni, nem fogta meg. Akkor van nekünk Master Dome Key. Nincsen több charge-unk. Nincsen több charge-unk, úgyhogy itt ezt az ajtót, itt a V2-es rakétának a kontroll szarját. Először is ott kezdődik, hogy ki kéne lőni a rakétát. Hogy aztán visszazuhanjon pontosan ugyanoda, ahonnan elindult. Ezáltal megsemmisüljön. Most itt van egy ajtó, amit vagy tudunk nyitni, vagy be kell robbantani. De van production anyám picsája, control room, izé-bizé ki. De ha bár, várjál csak, ez ide vezet. Nem vagyunk előrébb, innen jöttünk. Semmi gond. Itt van még egy ajtó. Valahogy, igen, egyet föl még. És ide is úgy tűnik, hogy van kulcsunk. Unlock. Oké. Ez az nem kell charge, megy ez magától. Felvesszük a levelet. Legyen mit olvasgatni az a fel a buszon.
És ez egy külön helység, nem tudunk lemenni máshogy. Na. Még azt a csöcsfejűt, ott lehet, hogy ki kéne nyiffantani. Ott mászik föl. Hallod, az az ember ott, az nagyon le van maradva. Egy negyed órával minimum. Na mindegy. Elég sokan nem értik, hogy mi a fasz folyik itt. Nem itt voltunk az előbb. Kurvára itt voltunk az előbb. Find and kill Christian Jangers. Itt voltunk az előbb, és kinyírtuk azt a Panzer truckot. És nem találom a maradványait az előzőnek. Viszont ez a hulla, aki eldobta az MG-t, az még mindig ugyanúgy fekszik ott. Még kinyírjuk azt a csöcsvét, aztán megyünk. Lelépünk. Find and kill Christian Jangers. Find and kill! Hol vagy Chris? Chrissy Missy! Itt vagy bent? Itt bujkálsz ide bent? Ha? Karatekölyök. V2 Specialist. Akkor ez a V2 Specialist, ez nem egy katona lesz, hanem egy scientist. Egy kutató, egy tudós, egy genius, egy mastermind, egy terrorizátor mérnök. Az mi? Egy bandage-en van még. No more to find here. No more to fight here. Aha. Biztos, hogy nem fogunk összeboxolni azzal a tankkal most még egyszer. Weapon lab key. Aha. És hogyha ő egy ilyen scientist, akkor itt kell lennie valahol a laborban.
elég nagy hűtőrendszerük van, esik a hó itt bent, pedig nyár van. Weapon lab key. Itt van, ő az, vagy ő. Vagy ő. Vagy egyik sem az. Nem, egyik sem az. Még. De ott mozog. Itt lesz, 23 méterre. Visszük a megkúrósat. Itt van, itt kockul bent. A laboratóriumában. Ott van. Megvan. És ide adott még küldiket. Csak mondom. Kaptunk még küldiket, amik úgy szólnak, hogy... Prototype Rocket in the Wind Tunnel. A szélcsatornában van egy. Inside the workshop, experiment fuel is being destillálódik in the fuel lab. Destillálódik. Mármint van itt egy ilyen cucc. És onnan kell egy fotót csinálni róla. Az jó. Az mehet. Lefotózzuk, és akkor ez a szélcsatornás cucli, ez le van tudva. Take a photo, vagy take photo. Jó. Azért én szétbaszom, ha nem gond. Ez a fegyverlaboratórium, kérem szépen. Itt laborkodnak a fegyverekkel. Ó, pick up. Meg vagyunk. És itt még kéne lenni ilyen négy ilyen cuccnak? Mit ír, hogy Raid Weapons Lab, ebből kettő már megvan. Az ötből. Oké, ott van valami. Ez mit tud? Itt csak felszedünk. Aha, fuel sample, ez a mintája. Ez a minta. Az üzemanyagról, ami hajtja a rakétát. Valószínűleg nem 95-ös benzinnel megy, úgyhogy, ja. Megnézzük, hogy mit tud. These proposals, the range they're trying to give the V2s. They could hit Britain from Germany if they managed to pull this. Jó. Valami kép egy tankról. Advanced anti-tank weaponry. Anti-tank. Weapons lab must be working on ways to push us back into the ocean. Command will want to see this. Hozzá, ezek a németek, ezek nagyon fejlesztettek mindent. A háború alatt. Okay, time to go. Nem, még nem time to go, még ezt a utcsó cuclit meg kéne nézni, hogy van, mi ez. Még van egy kérdőjeles valahol. Csak nem látom, hogy mit kéne csinálni, az a baj. És pont itt kell legyen, alattam vagy fölöttem.
carry, body trap grenade. Gondolom ez nem oda vezet, mi? Ez ide bentre vezetett volna. Ja, innen. Hogyha ki akartam volna valahogy máshogy nyírni Ombrét. Ezzel nem vagyunk előrébb. Itt ez az ajtó. Itt se lehet megnyomni semmit, meg nem tudom. Vagy elcsórni valami infót, vagy akármit, tudod. Jó. És itt is voltunk. Itt is összeszedtünk valamit. Machine. Itt ír valami machine-t. Ja, mantel. Jelentsen bármit is. Vajon biztos, hogy jó helyre teszi? Van itt még valaki. Millikill. De egy charge-ot már találtam. Meg lőszert. Baby, grab intel. Tank weaponry. Uh-huh. Experimental armor piercing ammunition. Command can put all this to use for our side. Jó. Jaj, ne üss el! A kurva életbe! Még ezt így gondoltam, hozzáfűzném a dolgok hozzárásképpen. Textbook.
Megspórolunk itt egy kis caklatást és átziplájnozunk oda. Ja, csipa jó, fegyó jó, az jó. Tulajdonképpen mindennel meg vagyunk, ami jó. Egy-két emberre lehet itt számítani. Az jó volt. Ez pont az álla volt. Belesétált a golyóba, én azt hittem előök a feje előtt egy kicsivel, és nem. Még ő itt van. Nagyon úgy tűnik, hogy nem lehet átlőni a vonat alatt, mert hiába átlátszó. Ez a köcsög úgy érzékel, minthogyha egy anyag lenne. Igen, hát vannak ilyen dolgok. Jó lett volna erre odafigyelni azért. Nem akarok beleugatni, de szerintem ez kurva gáz így. Ez is kurva gáz így. Na mindegy. Biztos nem értek hozzá. Ha értenék hozzá, nem lenne vele bajom, tudti, ez úgy van. És igen. Egy és negyed óra, durván. Durván egy és negyed óra. Valamiért ezek az átjátszások, ezek mindig belaggolnak. Annyira tölt a játék, hogy nem tudja lejátszani a videót, vagy nem tudom. Ez mindig is így volt, az első pillanattól kezdve, az aznap, amikor megjelent a játék, ez így volt. És azon gondolkoztam, hogy úgyis valahogy megoldják. Majd tudod, kiavítják. Ott egy háztartási kex. Félig megrágott háztartási kex. Na szóval igen, nem javították ki. Úgy tűnik ez ilyen. Úgy tűnik ennek benne kell lennie.